Lázár János mind a három határmenti településen újból leszögezte. Most vasárnap arról kell állást foglalnunk, hogy Brüsszelben szabják-e meg nekünk, kivel éljünk együtt a közeljövőben. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a bevándorlás már hosszú ideje zajlik az öreg kontinens nyugati részén, de mi magyarok, bár a 24. órában vagyunk, még dönthetünk arról, hogy akarunk-e betelepítést. A miniszter hozzátette, a kormány álláspontja az, hogy a kötelező betelepítés nem javítana Magyarország versenyképességén, valamint a magyarok életminőségén. 50 éve már Nyugat-Európában tart a bevándorlás, a betelepítés. Akik hozzátartozói jártak külföldön, vagy ők maguk tapasztalhatták Németországban, Franciaországban, akár Svájcban, Ausztriában, hogy mi lett azokból a falvakból, városokból, ahová bevándorlók települtek be, ahova migránsok települtek be. Ott a problémák nem megoldódtak, hanem sokkal több probléma lett, sokkal nagyobb nehézségek, sokkal több küzdelem. Nem megoldották a bajokat, nem orvosolták a bajokat, hanem újabb problémákat okozott a betelepítés, és újabb problémákat okozott a bevándorlás. Lázár János több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a népszavazás nem pártpolitikai ügy. Erre kiváló példa volt Magyar Család, ahol a Munkáspárt önkormányzati képviselője elmondta a véleményét, miszerint a honvédelme nem ideológiai kérdés. Mi úgy, mint a Fidesz, azt véljük, ott kell kezelni, ahol keletkezik a probléma, és ott kellene segíteni, és főleg azokat megállítani, akik okozzák. A helyieket természetesen foglalkoztatja a migráció. Ennek a legfontosabb oka, hogy a települések közvetlen közelében húzódik a határ, ezért az itt élők számára különös jelentőséggel bír, mi várhat rájuk a közeljövőben. Mindenben egyetértek önnel. Csak egyet nem tudok fölfogni, ami már nagyon sokáig, szóval rengeteget vacelláltam. Mi van azzal az országgal, ahol annyi ember eljön? Ott a lakásokkal, a földdel. Egyáltalán ezeket az embereket nem érdekli az, hogy ott megvédenék önmagukat. Nem tudják megvédeni a hazájukat. És a másik az, hogy hát most abban is igaza volt, hogy ezek ide jönnek, ezek úgy kitolnak velünk, hogy az abban köszönet nehoz. A népszavazási fórum sorozat adásunkkal egy időben is zajlik. Az országgyűlési képviselő 18 órától Makón, Alonovics sugárút és a Hold utca kereszteződésében tart utcafórumot.